Pattintott kőeszközöket vehettek kézbe, és magát az eljárást is kipróbálhatták az iskolások a Szavária Múzeumban kedden délelőtt. A lényeg az, hogy a két síklap hegyestökbe találkozzon, és nagyjából a peremére üssünk. Ez a nap a régészetről szólt. A csoportokat az Archeon pályázati program keretében fogadták az állandó kiállítás őskori termében. Hogyan tértek át az emberek a vadászó gyűjtögető életmódról a növénytermesztésre? Melyik gabonaféléből mit készítettek? Hogyan használták a sarlót? Ezekre a kérdésekre is választ kaphattak a fiatalok. De egyébként ez egy fura bronzkori belső díszes talpas tálnak a töredéke. Délután a Sé határában zajló ásatásra várták az érdeklődőket. A malomi dűlőben nyitottak egy kutatószelvényt a régészek, ahonnan a lengyeli kultúra 7000 éves edény töredékei és kőeszközei kerültek elő. Mire számítasz, hogy mit fogsz itt látni? Hát sok agyag, cserepet, meg edény. Egyszer már eljöttem erre kerékpározni, és ide jöttem kíváncsiskodni, és megkérdeztem, hogy most mi van, és mondták, hogy ez a projekt keretében megnézkukkantották a földbe, meg mik vannak is. Így értékes leleteket találnak, és ilyen még nem vettem sohasem részt, és gondoltuk, hogy akkor rájövünk. A séi újkőkori lelőhely világszerte ismert. A 70-es években körárokkal kerített neolit település nyomaira bukkantak itt. Agyaggal tapasztott házak maradványai, nőalakot formázó idolok is előkerültek. Az ásatást megelőzte egy geofizikai kutatás, aminek az eredményeképpen mi abban reménykedtünk, és valószínűleg igazunk is van, hogy itt egy ház részletét fogjuk majd megfigyelni, és egyébként a szelvényünk olyan szempontból már most nagyon sok meglepetést hozott, hogy a rengeteg kőeszköz került elő, amire itt nem számítottunk. Hat lelőhelyet tárnak fel a régészek a határon átnyúló pályázati programnak köszönhetően Vas megyében és Dél-Burgenlandban, amelyeket aztán turisztikai élménycsomag segítségével mutatnak be az érdeklődőknek. A programra 600 ezer eurót sikerült nyerni, 4 együttműködő partner dolgozik együtt 2 éven át. Most lehetőséget nyújtunk arra, hogy mindenki belepillancson, megnézze, hogy mik azok a folyamatok, amivel előkészítenek egy ásatást, milyen kutatási eszközök állnak rendelkezésre. Ugye a mai magyar technológia már nagyon-nagyon sok segítséget tud ehhez nyújtani, és a későbbiekben majd azokat a leleteket, amiket a projekt során feltárnak, ezeket fogjuk bemutatni a nagy közönségnek, és turisztikai csomagokat szeretnénk építeni rá. Mivel a járványhelyzet miatt több közösségi programjuk is elmaradt, a projektet fél évvel hosszabbra tervezik.